Én való az előző beszélgetésünk nyomán, amit Kati mesélt, arról jutott eszembe, hogy felnőtt életemben ritkán fordult velem elő, hogy igazán utáltam volna embert, vagy megvetést éreztem volna emberek iránt. Gyűlöletet igen, az előfordul, de megvetést, utálatot nem szoktam. Egy ilyen esetem volt, amikor Amerikából jöttem hazafelé, és valamelyik német légikikötőben kellett repülőgépet váltani, és akkor szálltunk fel a Malévre, amelyik haza szállított bennünket, ez a 70-es évek derekán, vagy vége felé volt, és ott magyar újságot osztogattak, és én hihetetlen boldogsággal vetettem rá magam a magyar nyelvre, és egy emigráns magyar ült mellettem, aki gondolom talán 15-20 éve élhetett Amerikában, és elsőként, vagy először jött haza látogatni, és megfogta undorral a magyar újságot, és azt mondta, valami English nincs, és ami élet nem felejtem el, hogy hogy lehet ilyenért utálni egy ember, de én rettenetes utálatot éreztem. Klubrádió. Szín, a villamos jár, a táblán, út irány, az ígéret hölgye, a fáradt színész, a taxiba száll, a emlékszel a becsület gombra? Most egy kicsit felfrissítetted a emlékezetemet, igen. Elnézést kell kérnem tőled, hogy 17 évvel ezelőtt gyáva voltam, hogy megmondjam neked. Kaptam az egyenlektől egy személyi hívót, és nem csináltam semmi rosszat. Csak gyáva voltam őszinte lenni, hogy tényleg ellopták tőlem. És aztán az lett ennek a vége, hogy mondtam neked, hogy amikor otthon rossz voltam, és aztán megbocsátottak előbb-utóbb, akkor anyu mindig adott egy bocsánat gombot. És emlékszem, ott ültünk a newsroomban, a tévében, velem szemben ültél, és akkor mondtam, hogy Andris, adjál nekem egy bocsánat gombot. És azt nem adtam. Visszaadjam? Ne, Istenem. És amíg megvan az üveggolyód, amit minden egyenlegesnek odaadtam, meg, akkor azt vidd el magad a Kanadába. Olyan voltál, ezt is mondtam neked, mint nem főnök voltál, hanem mint egy szakszervezeti vezető. De ez nem negatív, hanem csapatot tudtál csinálni. Hát akik ott együtt voltunk, azóta szétspicceltünk a médiában, ki ezen, ki a másik oldalon kötött ki, föl se ismerjük már egymást jószerivel. Ezt hogy csináltad, hogy ennyiféle érdeket, ennyiféle személy, személyiséget, ennyiféle meggyőződést összetudtál simítani? Hát ugye a legnagyobb feladat az volt, hogy téged és a csapatodat integráljalak abba a csapatba, amit én magammal hoztam a híradóból. Igen, igen. Az volt a legnagyobb meló. Az én csapatom volt, azért mondjuk nevet, Betlen János.
Igen, őt nem sikerült integrálni, de rajta kívül mindenkit. Gulyás Erikától kezdve, Köves Pali, Obershovszki, de mindazok, akik veled dolgoztak, azokat szépen egyenként leszalámiztam tulajdonképpen. A mai divatos kifejezéssel élve, pozitív okokból, és arra számítottam, hogy a szalámi végén te is átjössz, és aztán végül te is átjöttél. Betlen volt az egyetlen, aki nem jött el. Ő miért nem? Hát azt nem tudom. Azt nem tudom. Fogalmam sincs. Ő megmaradt szólistának. Talán az volt köztünk a különbség, hogy amikor Hank is a Betlennel és velem hónapon keresztül, most egy érdekes szót fogod mondani, egy cicázott, hogy melyikünk kapja meg majd a hírműsort, akkor az volt köztünk a különbség, hogy a Jani mindig azt mondta, hogy ő kér egy newsroomot, oda rakják be a számítógépeket, dugják be, és ha már minden üzemkész, akkor majd ő jön és megcsinál műsort az emberekkel. Én pedig, aki megőrültem már, hogy dolgozhassak, azt mondtam, hogy adjanak egy szobát, fél szobát, adjanak 2 óra montírozást és 1 kamerát, és csinálok egy hírműsort. Én annyira akartam dolgozni, annyira meg akartam mutatni, hogy méltánytalanul szüntettek meg minket, hogy